Az oktatási intézményekben történő bántalmazásokról forgat filmet a Forrás Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztály megbízásából készülő film a tanárdiák, a diák-diák és a tanár-szülő közti konfliktus helyzettel foglalkozik. Kiskönyvben a történelem tanárnő vagyok, akit Helga egy szerencsétlen felelet után megsebesít. Miket kell csinálnom? Először is kellett vezetnem egy 800 millió éves kis polszkit. Persze még az, hogy veszekednem kellett Helgával, ami nagyon rosszul esett. De én nem kaphatok egyes tanárnő. Én készültem. Hát nem vettem észre. De szerintem ez legalább egy kettes. Te ne alkudozzál velem! Mi az, hogy kettes? Az évvilágon nem válaszoltál semmire! Milyen volt a forrás videóval dolgozni? Én most dolgoztam velük először, és valóban azt vettem észre, hogy én nagyon profin mennek a dolgok. Helga szerepét játszom, aki egy ilyen gazdag családból származó, sikerorientált lány. És te való életben hasonló típusú vagy? Nem, igazából. Sikerorientált is olyan közepesen vagyok, és hát olyan gazdag családból sem származom, mint Helga. Ilyen felelések gyakran vannak, ezt tapasztalatból tudom, de szerintem azért ennyire nem vészes a helyzet, hogy ilyen erőszakosak lennének a mai emberek, a diákok. Színész szeretnél lenni? Hát igen, ez is egy célom. Feri szerepét játszottam, aki gyakorlatilag sportos srác, és el tudja viselni, amikor őt cseszegetik a nagyok, azonban, hogyha ezt mással csinálják, akkor aztán csak. Ez hogy volt, hogy tényleg megrúgtak téged? Hát az egyszer-kétszer volt egy nagyobb rúgás, de azt is túl lehetett élni nyilván. Történik egy kis incidens az öltözőben, két diák között, és az egyik gyerek az nem érkezik meg a órára, és ezért a tanár kimegy, hogy megnézze, hogy mi történt, és látja, hogy megütötték. És amikor bejön, akkor látja, hogy ugyanaz a gyerek, aki valószínűleg megütötte, egy újabb atrocitást mér a szenvedő alanyára ennek a párosnak, és akkor ő is ítélkezik, és megpróbálja megdobni azt a srácot, aki megütötte a másikat, és rosszat talál el. Ez eset nem valószínű, hogy megtörtént szerintem, de az ítélkezés az gyakori. Úristen! Hogy nézel ki? Mi történt veled? Felejtettem, ott Tolnatanál egy labdával. Tolnatanál, de minek? Nem tudom. Józsi, gyere már! Az iskolai erőszaknak három típusát mutatja be, tehát a tanár-diák, tanár-szülő és a diák-diák konfliktus, azért szerintem érdemes megkezdeni mindenkinek. Lehet, hogy talán a szülőknek is. De sokszor eszembe jutott, hogy mindig van prevenciós foglalkozás a gyerekeknek, meg van prevenció a 6 évesektől a 20 évesek mindenkinek, de hogy a szülőkkel valahogy nem foglalkozik sem. Lehet, hogy talán nekik is jó lenne. Ide kerültem Pécsre, akkor kezdtem a színházzal foglalkozni, és így elég gyorsan belecsöppentem. És hát ilyen néhány reklám, meg ilyen kisebb filmszerepek mellett voltak színházi fellépéseim, de jelenleg inkább a pedagógiai részével foglalkozom. Tehát diák színjátszóim vannak, illetve hát színészként is dolgozom. A film nagy segítséget jelenthet a témát a fiatalokkal feldolgozó pedagógusok számára. A készítők remélik, hogy a nevelők a beszélgetések során ugyancsak sikerrel tudják majd alkalmazni ezt az újabb prevenciós médiaterméket is az oktatás és a bűnmegelőzés területén, mint ahogy alkalmazzák már sokan most is
a korábban készült oktató-nevelő filmjeiket.